Otthoni munka kismamáknak. Nagyon sok kismama vagy édesanya keres olyan otthoni munkalehetőséget, amivel tud alkalmazkodni a kicsi alvási idejéhez, vagy később az óvodai, iskolai programjaihoz. Ha az interneten szétnéz az ember, akkor én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan találatot talál, amely cikkek inkább csak azért íródtak, hogy erre a keresőszóra előre kerüljenek, de nem kínálnak igazi megoldásokat. De mi van akkor, hogyha téged nem az érdekel, hogy ők hogy kerülnek előre a keresőben, hanem valóban megoldást szeretnél találni a problémádra? Ha alkalmazotti állást keresel, akkor azt látja az ember, hogy olyan állások vannak főleg, ami nagyon kevés szakképzettséget igényel, monoton munka, valószínűleg égbérért, mint a borítékolás, bármit is jelentsen az, vagy az adatok számítógépre vitele. Nagyon kevés olyan van, amelyik egy kis kreativitást igényel, szórakoztató, mint valamilyen grafikai tevékenység vagy szövegírás. Azt hiszem, hogy be kell látnunk, hogy a ma vállalkozói nem elsősorban a gyereküket otthon nevelő kismamákra számítanak, mint munkaerő. A hölgyek körében nagyon népszerű magazin például olyan cikket írt, amiben ötleteket ad kismamáknak, hogy mibe foghatnak. Ilyenek, mint például készíts házi süteményt otthon, amit aztán valahol és valahogy értékesítesz, indíts blogot, legyél YouTube guru, nekem ez a kedvencem, nem tudom, hol lehet ilyen guru iskolába járni, hogy az ember guru legyen, és ír mesekönyvet. Normális, Margit. Neked ebből melyik tetszett meg? Látod magadat, ahogy tepsi számra sütöd a finom házi süteményt, amit valahol valahogyan értékesítesz, a receptjét megírod a blogodba, az elkészítéséről készült videót pedig felteszed a YouTube-ra, és aztán végül az egészből írsz egy mesét, mesefigurákkal, ahogy a nyuszika házi sütit süt a barátjának, az egérkének. Egyébként, hogyha ezt megcsinálod, ez egy nagyon jó kis stabil üzlet lesz, mert az egyik láb erősíteni fogja a másikat. De ez semmiképpen nem alkalmazotti munka, tehát ez vállalkozás, ehhez olyan gondolkodásmódra van szükség, mert alkalmazotti gondolkodásmóddal vállalkozást nem lehet sikerre vinni. A vállalkozásra hajlandó hölgyek körében nagyon népszerű egy online szakértő, nevezzük jómódú anyunak, aki nagyon sok ingyenes anyagot és nagyon sok tippet nyújt a kismamáknak, hogy hogyan vállalkozzanak. Én ezeknek a nagy részét ugye megnéztem, és én azt gondolom, hogy ha mindent meg akarsz valósítani abból, amit ő tanácsol neked, hogy mikor posztolja a közösségi médiában, miről, hányszor, miről írja a cikket a blogodban, az egész embert kíván, és nem is egy egész embert, hanem többet is, szerintem egy gyakorlatilag egy komoly háttércsapatot, aki segít neked ebben. De végül is ez is egy járható út, ezt is meg lehet csinálni. A legtöbb találat erre a keresőszóra, az valamilyen ügynöki tevékenység, MLM vagy annak árcsázott csalás. Semmiképpen nem alkalmazotti munka, ez vállalkozás. És ahogy már mondtam, alkalmazotti gondolkodásmóddal nem lehet vállalkozásokat sikerre vinni, ezt nyilván nem közlik azokkal a kismamákkal, akik ezután érdeklődnek, és talán ez is az oka annak, hogy nagyon sokan bele is buknak ebbe, mert ezt nem mondják nekik. Én 2011 óta foglalkozom fogyasztói hálózat építésével, és én azt gondolom, hogy ez valóban kiváló lehetőség kismamáknak ahhoz, hogy otthonról dolgozhassanak, és az idejüket saját maguk osszák be. Nagyon sokan ajánlanak még ilyen jellegű tevékenységet, hatalmas show-val és hatalmas marketinggel, hogy laptop lifestyle, meg valósíts meg önmagad, meg neked is sikerülhet, és fülig ér a száj, mindenki happy, és mindenki a létező legjobb csapat tagja. Na ez a marketing. Ez a herceg a fehér lovon, frissen borotváltan, bezselézett hajjal. De mi van akkor, hogyha téged az érdekel, hogy a herceg hogy néz ki másnap reggel, amikor kócos, borostás és még nem mosott fogat? Valószínűleg azért érdekel ez téged jobban, mert többször fogsz találkozni így a herceggel, mint bezselézett hajjal. Én egy jó hálózatépítőnek tartom magamat, és szeretném elmondani neked az igazságot ezzel kapcsolatban, és nem csak a show-t, meg a marketinget. Hogyha téged ez nem érdekel, neked elég a kirakat, akkor most kapcsold ki ezt a videót, nem érdemes tovább nézned.
Számomra ez a tevékenység nem cirkuszi tányérpörgetés, folyamatos agyzsibbasztó külső motiválással, úgy mint az amerikai filmekben, amikor az őrmester a csata előtt főcukolja a katonáit, hogy ti vagytok a jobbak. Ez nem erről szól. Ez következetesen és szorgalmasan végzett munka, egyik követ rakjuk a másikra, aminek biztos, hogy megvan az eredménye. Semmiféle különleges képesség nem szükséges hozzá. Már amennyiben nem számít manapság különlegesnek az, ha valaki szorgalmasan tud dolgozni. A fogyasztói hálózat építése számomra sokkal inkább tanítás, mások segítése, következetesen végzett, szorgalmas és becsületes munka. Nem vezetünk meg senkit, nem csináljuk okosba, és nincsen szükség semmilyen speciális képességre. De ami a legfontosabb, a háttérben hihetetlenül jó termékek és egy nagyon stabil cég áll. Enélkül ez nekem nem kellene. Nekem nem elég az, hogy meg tudod csinálni, meg jaj, de boldog vagyok, és olyan laptop lifestyle, hogy a fal adja a másikat. Ezek nélkül, a termékek nélkül, és enélkül a cég nélkül, ez nekem nem ér semmit. Hogy mi ebben a te hasznod? Nézd, ha neked számít valamit az, hogy a gyereked nem kap el minden bacillust meg vírust az óviban, vagy ha mégis, akkor sokkal hamarabb lesz egészséges, és a tünetei sokkal kisebbek lesznek, mint a többinek, akkor már is bezsebeltél egy előnyt, anélkül, hogy akár egy fillért is kerestél volna vele. Tudom, hogy sokan vannak, akik a cigarettájukra vagy a műkörmükre nem sajnálják a pénzt, a nagyereknek csak a legolcsóbb kakaót veszik meg. Nem ők a célcsoportom. Én is úgy vagyok, mint a tudósok, hogy az értelmes életet keresem, csak én nem a Földön kívül, hanem itt a Földbolygón. A következő hasznod az lesz, hogy a saját fogyasztásod ingyen van. Nem tudom, hogy ki hogy van vele, azt mondja a közmondás is, hogy aki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli. Én nagyon is elégedett vagyok azzal, ha kiváló egészséges termékeket fogyaszthatok ingyen, amik jót tesznek a szervezetemmel. A harmadik és a legnagyobb előny az, amit ez a szakma adhat, a szabadságnak az ígérete, a szabadságnak a lehetősége. Nagyon kevés vállalkozás tud versenyezni azzal, és egyetlen egy alkalmazati állás sem, hogy hálózatépítőként ki tudod magad dolgozni a mókuskerékből. És elég hozzá a szorgalmas, becsületes munka. Nem kell ismerni bizonyos embereket, nem kell illegális és legális dolgokat felváltva végezni ahhoz, hogy a vállalkozásod valahogyan a víz felszínén tartsd. És nem tart olyan sokáig, mintha mondjuk felfuttatni akarnád a sütemény bizniszedet, vagy a mesekönyvíró üzletedet, hogy akkor is eltartson téged, hogyha már nem akarsz bejárni dolgozni, mert nincs kedved. Nem lehet mindenki J.K. Rowling. Alkalmazottként pedig soha az életben nem leszel szabad. Ne gondold azt, hogy majd nyugdíjasként, fú, de milyen jó lesz, és végre a passzióidnak élsz. Nem, szóval nem tudom hány éves vagy, de a mesékben már ne higgy. Ha úgy érzed, hogy érdekel ez a lehetőség annyira, hogy többet megtudj róla, akkor keresd meg, és én elmondom neked az igazat. Elmondom neked azt is, hogy miért van az, hogy az MLM-mel milyen kevesen keresnek pénzt. És elmondom azt is, hogy melyek azok a csapdák, amiket el kell kerülnöd, hogy te ne kerülj ebbe a csoportba, hanem te abba a csoportba tartozz, akik pénzt keresnek ezzel. Ha tetszett a videó, akkor kérlek lájkold a Facebook oldalamat, iratkozz fel a YouTube csatornámra, tarts velem, és váltsunk azt ott együtt.